Idén március 27-én és 28-án rendezték meg az iskola falai között a diáknapi programokat a Mezőkövesdi Gimnáziumban. A két napos rendezvény a 11-es osztályok kampányvideóinak levetítésével indult a díszteremben, majd később a Nemzetek Kultúrája Program keretében az 5. Tizedikes osztály a Diák önkormányzat által meghatározott 5 ország, Brazília, Franciaország, Olaszország, Svédország és az Egyesült Államok nevezetességeiről plakátot készített, megtanulta egy nemzeti táncát és megfőzte jellegzetes ételeit. Az osztályok munkáját zsűri értékelte és oklevél lejutalmazta. 28-án a Diákuké volt a főszerep, a 11. osztályok kampányoltak a szavazatokért szendvicsekkel, süteményekkel és kampányossággal. Az első program az osztályok bevonuló tánca volt, majd az intézmény egész területén várták diáktársaikat és tanáraikat, egyebek között vetélkedővel, koncerttel, DJ-vel, szépség és relax szobákkal, az udvaron lézerharccal és ijászattal a versengő osztályok, akik közül végül megosztott első helyezést ért el a 11. A és a 11. B.